műanyagok világa. A műanyagok körülvesznek bennünket szinte az egész életünket átszövik az utóbbi évszázadban. Mesterségesen előállított, ember által előállított, szintetikus makromolekulák a műanyagok. Nem mindegy, hogy milyen műanyagról van szó, ugyanis vannak olyanok, amelyek hulladékok, az ember megcsinálta, elkészítette, de még újra hasznosítható. Erre rájöttek. Illetve vannak olyanok, amelyek nem hasznosíthatóak, és ez a szemét. Most műanyagból összegyűjtve, laposra, ugye szépen összehajtogatva lehet ezt gyűjteni, kis helyre sok elfér, és újra lehet értékesíteni, hasznosítani. Az a tulajdonság ezeknek a műanyagoknak, hogy hőre lágyulnak a petpalackok, és itt szép színes petpalackokból vágtam ki csíkokat, akár kis falkötőket, ékszereket, lányoknak kis különlegességeket, táskákat, de kártkilépő pár litert készíteni, ha ügyesek vagyunk, akár házilag is. Láng fölé tartjuk, nem kell, hogy megégjen, láng fölé tartva olvad, lágyul ez a műanyag, szép színes, ugye ez ilyen zöld petpalacból lett kivágva. És ezen a hőmérséket, amikor szépen megolvad, szépen formázható, csavarható, jópofa kis csavarokat készíthetünk belőle, és alakzatokat. Aki ügyes, ahogy mondtam, ékszer szinten készített karkötő, láncot, táskát. Vannak olyan dizájnerek, akik kifejezetten erre szakosodnak, és divatbemutatókon a ruhától kezdve az eső kabáti, a kis csizmák tisztíti, a fülbevaló, a táskák, a kiegészítők, minden ilyen hasznosított, újra hasznosított műanyagból készül. Össze eltérő színeket összedolgozhatunk, és akár mint trikolókat, tetrakókat, különféle színeket, sávokat is készíthetünk belőle. Akár kis zászlót is, vagy nemzeti színhez hasonló jelképeket, ajándéktárgyakat. Úgyhogy gyerekeknek ajánlatos, kisebbeknek is lehet, de óvatosan a lábban, meg nehogy megégessék magukat nagyobbaknak is, és akkor szoktak készíteni kreativitásukból függően különféle kis tárgyakat. És akkor versenyt hirdetünk meg, és az győz, aki legötletesebb, legaranyosabb, újrahasznosítható tárgyat készít belőle. Lehet ez egy egyszerű kis személyes tárgy, vagy a család számára újra felhasználható, a fürdőszobában használtál, vagy kis tartó, de akár ilyen is, amit összefonva, kis falkötőként lehet értékesíteni. Tehát itt már három, de még a negyedik szint is hozzá lehet keverni, és ezeket ugye össze lehet ragasztani, tapasztani. Csak ugye az olvadás, arra vigyázzunk, hogy a végét ugye ne tegyük a lángba, mert a forró anyag megsért végés és őrest okozhat. És akkor ezeket összefonva, gyönyörűen tovább lehet csavarni és alkalmazni őket. Tehát most jön ugye a színnel való terítés, eltérő színekkel, és akkor itt jönnek szépen a négy színnel kombinálva az újabb és újabb termékek. A gyerekek nagyon kreatívak, tehát ajánljuk, de nagyon óvatosan, akár otthoni munkára és szülői felügyelet mellett, az újrahasznosított petpalackokból játék, nem kerül már pénzbe, és a gyerek idejét leköti, akár nyári szünetig is alkalmatosság is lehet. Barátnőknek, barátoknak, családtagoknak meglepetés, kis szívet készítenek, vagy akár milyen kis tárgyat. Kis petpalackot.